nagyon örülök, hogy most jött a kastélyt meglátogatni, mert ön a 25 ezredik látogatója a kastélynak. Köszönöm szépen, múlt héten akartok jönni, csak nem sikerült. Hát lehet, hogy akkor tetszett bánni, de most már így utólag én azt mondom, hogy szerencse volt. Már tavaly szerette volna meglátogatni a kastélyt az a kormányos Józsefné, akit szerdán a látogató központ 25 ezredik vendégeként köszönthettek. És engedje meg, hogy egy kis ajándékot is átnyújtsak önnek. A hölgyet nem akármilyen emlékek fűzik az épülethez, hiszen az 50-es évek végén a cselédszárnyban lakott. Én visszaemlékszek azokra a legendákra, amit úgy meséltek a grófékról, de mindig csak jókat meséltek, akik régen náluk laktak, meg ilyen cselédek voltak. És mondom, hogy fel nem voltam egyszer, mert én tiszteletben tartottam azt, hogy az övéké, és volt, és én nem akartam ott randalírozni, vagy azt nézni, hogy mit lehetne elhozni, eszembe se jutott ilyen. Az épületet bő 3 hónap alatt tekintették meg 25 ezren, vagyis nem túlzás azt állítani, óriási az érdeklődés a látogatóközpont iránt. A vendégek között még mindig sok a gyulai. Gyulaiak ráadásul különös nosztalgiával is kötődnek ehhez az épülethez, számosokból. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy a 25 ezredik látogató is egy gyulai polgár, aki annak idején dolgozott is ebben az épületben, így az ő élete is ezer szállal kötődik ehhez a házhoz, ezért számára egy különleges élményt nyújthat megnézni most évtizedek múlva a felújított formában, hogy néz ki ez a kastély. A kastély népszerűsége nagyrészt abban kereshető, hogy ez nem egy hagyományos múzeum, ahol az ember leginkább csak megnézi a bemutatott tárgyakat. A látogatók az interaktív elemeket kedvelik, és hát van egy olyan új elem, amivel gazdagodott a kastély az elmúlt hetekben. Van egy olyan varázstükör, amely előtt fel lehet virtuálisan öltözni, férfiaknak, hölgyeknek egyaránt, és most ez a legkedveltebb. Mindenki szeretné magán látni azt a korabeli ruhát, amit esetleg itt a bábukon láthat. Kormányos Józsefné kerekes székkel, a támogató szolgálat munkatársaival érkezett a teljesen akadálymentes épületbe. A kastélyban egy különleges, könnyen kezelhető és kis helyen is fordulékony kerekesszék szolgálja a mozgásukban korlátozott embereket.